nem csak a pap, a jó kertész is holtig tanul, ezért ebben a Fiskars metszőiskola epizódban Babits Szabolcs metszőmestertől próbál meg ellesni az almafa metszésének fortéjait itt Győrben, a nagy család gyümölcsösében. Kérek, válasz fegyvernemet a kis kosárkámból. Majd a végén almát is kaphatsz, hogyha rendesen megmetszetted. Ezt a rávágós. Jó, oké. Gondolom én, hogy a metszésben is vannak különböző iskolák. Nem ugyanúgy metsz egy ugyanolyan almafát mindenki. Te hogy szoktál nekiállni? Mi az első lépés, amikor egy almafát megmetszel? Ez így van. Mindenki máshogy metsz, de az a legrosszabb, amikor valaki nem mer metszeni, és fél az ollótól, illetve fél a fától. Alapvetően nekem van egy stratégiám és egy taktikám a metszésben. A stratégián soha nem változtató. Ezek a fák ebben a kertben 5x3 méteres térállásra vannak, és egy sudaras orsó koronaforma van, ami nem termőkaronos orsó, nem is karcsorsó, hanem valahol a kettő között egy szabad orsónak és egy termőkaros orsónak a kombinációja, és ennek megfelelően kell vele bánni. Ez például, ami előtt állunk, ez egy orionfa, egy kicsit közepesnél erőteljesebb növekedésű, de ha megnézzük az alakját a fának, akkor nagyon jól látszik az a stratégia, amit 7-8 éves korára a tulajdonos ki akart alakítani. Egy közel háromszög korona vetületű fa, amin már próbáltak egy kicsit ifjítani, több-kevesebb sikerrel. Ha megnézzük az idei éves vessző növekedését, akkor nem mondhatjuk, hogy túlságosan vegetatív állapotban lenne, tehát harmonikus, 30-40, maximum 50 cm-es éves vesszőket hozott, de azért a korona alakításban van egy-két kisebb probléma, amit viszont még nagyon-nagyon könnyű orvosolni. Ezek nagy problémák? Tehát ha valaki mondjuk nekiáll, oké, mer metszeni, elkezdi csinálni az almafát kevéske tudással, de mondjuk nem tökéletesen metszi meg a fát, az nagyon nagy probléma? Nem. Ha valaki csak annyit tart szem előtt, amit én stratégiának hívok, hogy ezt a koronaformát szeretném fenntartani, akkor az már tud valamit. Ha ezt a stratégiát éves szinten változtatja, akkor van probléma. Uh-huh. Csak a taktikát változtatjuk. Tehát a stratégia alatt azt jelenti, hogy jó tartjuk milyen ezt a... legyen a koronaforma uh-huh. pontosan. Egy sudaras orsónál alulról felfelé keskenyedő, alulról felfelé egyre rövidülő és keskenyedő elágazások, megfelelő mennyiségű termőrésze. Itt a probléma, hogy sokan nem tudják, nem ismerik az almának, illetve a különböző gyümölcsfajoknak a termőrészeit. Általában éves vesző végeken ezek a gyönyörű kifejezett rügyek, ezek mindig virágrügyek, a hosszabb vagy közepesen hosszú termőrészeket, ezeket nyásnak hívjuk, illetve vannak ezek a nagyon szép dárdák, ezek az almának a termőrészei. Minden, ami ennél hosszabb, ennél erőteljesebb, ennél vegetatívabb, a központi tengerre ráerősödő, korona belső felé forduló, azok általában ellenségek, azok mindig vegetatívak, azok kevésbé termőképesek. Ezeket próbáljuk meg kímélgetni. Ezen a fán túl sok mindent nincs mit kímélgetni, mert rengeteg az éves vesző, rengeteg a nyárs, illetve rengeteg a dárda, tehát nagyon sok a termőrész. Itt sűrűség van, itt egy pici ritkító metszésre van szükség ebben az évjáratban. Tehát ennek az évjáratnak a taktikája az a ritkítás. Ha ezt most nem tennék meg, és így hagynánk ilyen sűrűn, akkor annak milyen következménye lenne a fára nézve? Nézd, jelenleg ugye az input anyagok átdrágulását figyelembe véve egyetlen dolog van ingyen, az a fény. A termőrügy differenciálódáshoz fény szükséges. Ez a fény egyelőre ingyen van, és várhatóan ez így is marad. Bízom ezt benne. Próbáljuk meg kihasználni. Ugye az is fontos, egy szellős korona hamarabb felszárad. Délelőtt 9-re egy reggeli pára után fel van száradva a levélfelület. Egyrészt tudok növényvédeni, másrészt pedig a gomba délben már nem csámcsog a fán egy varasodás, vagy mondjuk egy monília. Hamarabb felszárad a levél egy ritka koronánál, tehát nem csak a termés felület és a termőegyensúly szabályzásában van szerepe, hanem nagyon fontos növényvédelmi szerepe is van annak, hogy milyen koronát alakítunk ki. Na kérlek, mutass akkor egy-két fogást ezen a fán.
Mindig alulról felfelé haladva megnézem az alsó oldalvezéreket, megnézem a koronának a sűrűségét. Szépen alulról felfelé haladva csinálom a metszést, megnézem, hogy mi az a kardinális vágás, amit feltétlenül el kell távolítani ebből a koronából. Itt is van ilyen, de egyenlőre olyan sűrű, hogy hozzá se férek. Elkezdem az alsó oldalvezéreket, az oldalkarokat kiteríteni, körülbelül az eredeti szögállásnak megfelelően. Mindent, ami hosszú, visszaforduló rész, azokat igyekszem ritkítani, ahol törés van, ott természetesen gallérágakat megszüntetem, nézem azt, hogy tele van nyársakkal, nagyon termékeny állapotban, viszont itt van fölötte az, ami sűrűsít, és megszabadulunk tőle. Jövök tovább az oldalkaron. Ez a hajtás itt nagyon szépen folytatja az eredeti szögállást, de mivel hogy itt van a szomszédfa, nem vágok bele, nem akarom erősíteni. Tehát hagyom, hogy csúcsfügyből induljon. Az alsó rész itt már gyomírtást fog akadályozni, ezért levágom. Visszaforduló sűrűsítő hajtásképleteket kiveszem. Itt is csinálok egy úgynevezett kiterítést egy ilyen másodrendű vesszőre, és kímélem a gyönyörű termőrészeket. Ezt elcsíptem az előbb is, mikor tartottad az előadásodat, hogy igen, amikor mondjuk már nagyon közel van egy ilyen ág, akkor az lenne az embernek a reflex, hogy ja, hát akkor azt levágom, hogy ne lógjon bele a másik fába, de pont ellenkezőleg ilyen esetben meg kell hagyni. Az mindig növekedés generál, ha nem nyúlok hozzá és csúcsrügyből indul, akkor fog a legkisebbet nőni és a legkisebbet reagálni. A második lépcsőre itt még nem jövünk fel, csak az alsó részt nézem. Itt is az eredeti szögállás folytatom, egy kicsit visszakurtítom, figyelem azt, hogy hol vannak értékes termőrészek, és próbálom azokat. Itt már viszont vizsgálnom kell a fölötte lévő koronarészek viszonyát, ugyanis itt párhuzamosság van, itt egy nagyon erőteljes sűrűség van. Ezen kívül ezen a fán itt a metszéssel párhuzamosan az is feltűnik, hogy egy nagyon erős pajzstetű fertőzés van. Tehát itt a metszés utáni téli olajos lemosónak legalább olyan nagy szerepe lesz, mint a metszésnek. Elindult itt, nagyon-nagyon messze vagyunk a központi tengelytől. A termés elkezdett perifériára szorulni, itt egy erőteljes kurtítást végzek, hiszen rengeteg a termőrész a fába. Tehát van miből válogatni, van honnan ritkítani. Itt is bátran visszajövök, és kurtítok, és van, amit teljesen tőből el fogok távolítani. Eltávolodtunk a központi tengelytől. Beleférne, mert belefér a háromszög formába. Ez a korona még jól benapozott. Viszont, hogyha csak ennyit teszek meg, hogy kicsit kurtítom és kicsit csökkentem a terhelést, akkor nincs éves veszőm a törzsről, tehát a hosszú távú termő alapjaimat vágom tönkre, éppen ezért ezt egy csonkkal eltávolítom. Nagyon fontos, itt a korábbi években minden csonk nélkül vettek le. Egyrészt ezek a csonkok beszáradnak, az alapirügyek bevakulnak. Hogyha ilyen hosszú csonkot hagyok, akkor ennek lesz egy csúnya éves vesző reakciója felfele, viszont lesz egy vízszinteshez közeli éves vesző reakciója, tehát mindig egy-két évet előre gondolkodok. Nekem kell az, hogy a törzsön, illetve a törzshöz közel éves veszőim legyenek, mert azok a termékenységnek az alapjai. És akkor ezt így szépen ennyire itt hagysz egy ekkora csonkot, mert azért ezt igen, én azt gondoltam, ezt régen ugye kabáttakasztónak mondták, igen, de modellezzük igen. Le. Általában, és azért is vágom ilyen alakúra a csonkot, hogy nem teljesen függőlegesen, hanem egy kicsit szögben, hogy a felső rész az rövidebb legyen, mint az alsó. Ugyanis a felső részből rossz irányú éves vesző növekedés megy, amit majd én májusban, júniusban innen letépek kézzel, zölden. Ide nekem kell egy éves vesző. Aha. Ebbe a szögállásba, ami utána berakódik, két évessé válik, tele lesz dárdával, és elkezd teremni, akkor felőle fogom kivenni ezt. És folyamatosan rotáltatom a központi tengelyen ezeket a termőrészeket. De még az aljával se végeztünk. Nagyon előregedett belóg, visszább hozom. Az oldalvezéren jövök kifelé. Ez már teljesen földön lesz. Akadályozni fogja a művelést. Terítem kifele, visszafordulót leveszem, nyársakra visszajövök, bekurtítom a termőrészt. Ez itt nagyon-nagyon csúnya, amin ez a csalamon csapda van. Azt onnan többből, illetve egy csonkkal ki fogom venni. És ezen a fán ez lesz a legdurvább vágás, amit elkövetek. Csak nincs nálam fűrész, és nem tudom, hogy az olló fogja vinni, de fogja. Innen is mit várok?
íves, erőteljes íves vesző növekedést. Felette lévő részt egy kicsit megnyitom a fénynek, és itt van az, amiről beszéltem. Itt most van egy 2 éves gyönyörű termőrész, ami később idősebbé válik, és még ezen 3-4 évig tudok termelni. Ez tavaly még egy éves vesző volt. Na, ilyen éves veszőt várok, aha, pontosan erről a szintről is. És ha most egy picit hátra lépünk, most látjuk azt, hogy kezdünk közelíteni ehhez a kúpos háromszög formához, de a tetejéhez már kell egy ávány, és hozzáigazítjuk egész egyszerűen a felső részeket. Itt is kiválasztom, hogy még, ugye itt még nem nőtt el a fa a kezelhető magasságból, egy kicsit visszakurtítom, ezt a becsüngőt eltávolítom, és gyakorlatilag egy ásudára alakítottam a fát, itt is egy nyársra visszajövök. Itt van, amit csonkkal vágok le, itt is, hogy legyen innen éves veszőm, megszüntetem a villáselágazást, és gyakorlatilag ilyen egyszerű elvek alapján az egész fa kapott egy korona alak visszaállítást, illetve pár csonkkal, amit a tengelyen, központi tengelyen vágtam, várok belőle éves veszőket, amivel meg tudom ifjítani a koronát. Elegendő mennyiségű éves veszőm van, elegendő mennyiségű dárdám, nyársam, termőrészem van, és egy picike lisztharmat, amit meccésnél, de nem éves veszőt vágok vissza, hanem egészséges dárdáig, vagy nyársig hozom vissza. Tehát a lisztharmatot is kikapcsoltam ezzel a meccési eljárással. És úgy gondolom, hogy ezzel így kész is vagyunk. Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, nagyon sokat tanultam ebből a bemutatóból. Ebből is látszik, hogy mindig van mit tanulni meccés téren is. És remélem, hogy a nézők is. Ha igen, akkor jutalmazzatok egy lájkkal, illetve osszátok meg a videót, hogy mások is okulhassanak. És ha még nem tettétek volna meg, akkor legyetek szívesek, iratkozzatok föl a csatornára. És ne felejtsétek, a boldogság a kertben terem. Sziasztok!